Sziasztok, én Mikuska Judit vagyok, a Magyar Kanizsai Beszéd és József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ magyar tanára. A mai órán szintén Ady Endre verseivel fogunk foglalkozni, de most a szerelmi líra helyett az istenes verseket, az Istenről szóló költeményeket fogjuk áttekinteni. Legesleg először szeretném, hogyha két képet megnéznétek. Ezt az első képet bizonyára ismeritek mindannyian. Michelangelo Ádám teremtése című freskója látható ezen a képen, amely a vatikáni Sixtus kápolna mennyezetén található. Nézzük meg ezt a képet. Ha Istenre gondolunk, akkor leggyakrabban valószínűleg egy ilyen hatalmas, monumentális, mindenható képe jelenik meg a gondolatunkban, mint ahogy Michelangelo is megalkotta. De ha fordítunk egy kicsit ezen a történeten, akkor mutatok egy másik Isten ábrázolást, amely szintén ugyanezt a pillanatot örökíti meg. Szintén Ádám teremtését láthatjuk. Ez egy francia karikatúrista, Jean Effel munkája. Az itt megjelenő Isten teljesen más, mint amit az első képen láthattatok. Itt egy barátságos, kedves, bohókás öreg úrhoz hasonlít. És most arra kérlek benneteket, hogy raktározzátok el ezt a két ábrázolást, a két Isten képet a fejetekben, mert sokat fog segíteni majd, amikor Ady Isten képét próbáljuk értelmezni. A 20. század elején kórjelenség volt Európában az istenkeresés. Az emberi lélek vívódásainak eredményeképpen az egyes alkotók ellentmondásos Isten hitének lehetünk tanúi. Az 1908-as is Illés Szekerén című kötetben jelenik meg először az istenes versek ciklusa Adinál, és ettől kezdve minden kötetben külön ciklust kap. Ady istenes lírája egyrészt a magyar hagyományokat folytatja, másrészt viszont a saját vallással és hittel szembeni kételjeinek lesz a lenyomata. Ady vallásos szellemben nevelkedett, de modern ember volt, akiben erős kételyek éltek. A tételes vallásosságot elutasította, de nem jutott el a teljes ateizmusig, és nem tagadta meg az Istent. Visszaemlékezések és a saját vallomásai szerint napi olvasmánya volt a Biblia. Ezt a képen is láthatjátok, amint Babiccsal a Biblia olvasásában merül. Amit még érdemes tudni előjáróban Ady istenes költészetéről, az az, hogy szorosan kapcsolódik az én versekhez, a személyiségéhez, és a személyiségének az alakulásának az egyik harctere is lesz a hit. Ha több istenes versét olvassuk és értelmezzük, akkor megfigyelhetjük azt a folyamatosságot, azt a folyamatos változást, amely a dacos istentagadástól a kételyes istenkeresésen át a megtalált, megélt hitig vezet. És akkor az istenkeresésnek az egyik versét fogom most felolvasni nektek, a Sion hegy alatt. Borzolt, fehér Isten szakállal, tépetten, fázva fújt, szaladt, az én uram a rég feledett, nyírkos, vak őszi hajnalon, valahol a Sion hegy alatt. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott, bús és kopott volt az öreg úr, paskolta, verte a ködöt, roráltéra harangozott. Lámpás volt reszkető kezemben, és rongyolt lelkemben a hit, és eszemben a régi ifjúság. Éreztem az Isten szagot, és kerestem akkor valakit. Megvártott a Sion hegy alján, s lángoltak, égtek a kövek. Harangozott és simogatott, bekönnyezte az arcomat. Jó volt, kegyes volt az öreg. Ráncos vén kezét megcsókoltam, s jajgatva törtem az eszem. Hogy hívnak téged, szép öreg úr? Kihez mondottam sok imát, jaj, jaj, nem emlékezem. Halottan visszajöttem hozzád én, az életben kárhozott, csak tudnék egy gyermeki imát.
Ő nézett rám szomorún, s harangozott, harangozott. Csak nagyszerű nevedet tudnám. Ő várt, várt, s aztán fölszaladt. Minden lépése zsoltár ütem, halotti zsoltár, s én ülök sírván a Sionhegy alatt. Ez a költemény az első istenes versciklus címét adó költemény. Amikor először megjelent, akkor hát nem kis botránkozást keltett az Istennek egy ilyen bohókás öregúrként, hétköznapiként való ábrázolása. A költői én bizonytalannak és tétovának mutatkozik a vers elején. A gyermekkori emlékek nyomán tapogatózva keres valakit, akiben bizonyos lehet, aki őt eligazítja majd, akiből reményt meríthet. Hogy egy bibliai hasonlattal éljünk, tékozló fiúként térne meg az Urához, a rongyolt lelkű, életében kárhozott férfi, akinek képtelenül távolról a halálból kell visszatalálnia elfeledett hitéhez és elveszített nyugalmához. Egy furcsa találkozásról szól tehát ez a költemény, amelynek két szereplője van, Isten és a lírai hős. De hiába találkoznak valahol a Sionhegy alatt, hiába jó és kegyes ez az öreg úr, készen arra, hogy megbocsássa a bűnöket, nem létesülhet köztük kapcsolat. A megtérni vágyó hős elfelejtette régi gyermeki imáit, a naív gyermeki hitét és bizalmát, és elfelejtette Isten nevét is, és ezért nem tudja megszólítani Istent, így tehát az nem is válaszolhat neki, mivel nem is jön létre köztük párbeszéd. Egy egészen újszerű és modern Isten élményt sugall ez a vers, ugyanis a 20. század embere sem mondhat le arról a vágyáról, hogy választ keressen az élet végső értelmére, de a vallásos világ magyarázatokból kiábrándultan egy kicsit megoldhatatlannak tűnik ez a feladat. A vers nem a hős bűnei, hanem a hitetlensége miatt lesz egy kudarc. Fontos kulcsszavak lehetnek ebben a versben a várakozás és a keresés. A várakozás az ugye az Istenhez, az Úr alakjához kapcsolódik, a keresés pedig a lírai énhez. És ahogyan ez a két kulcs szó váltakozik, úgy a hangnemek is váltakoznak a versben. Az emelkedett, patetikus hangnem mellett a hétköznapi, a profán az, ami még egy hangsúlyos megszólalás lesz. Adi tehát egy nagyon bonyolult istenképet tár elénk. Az első verszakokból egy tépet, bús, kopott öreg úr képe rajzolódik ki, akinek borzolt a szakálla és a kabátja foltos. A cselekedetei is ugyanilyen hétköznapiak, nem csak a kinézete. Fázva fúj, szaladt, paskolta, verte a ködöt, harangozott. Ez az egyszerű, jóságos öreg úr mellett ugyanakkor ott van a mindenek fölött álló Isten is, valahol tehát ez a kettő keverékeként jelenik meg Adinál, egy groteszk istenkép, ami a hitben való ellentmondásosságra is utal. És akkor most kérlek benneteket, hogy idézzétek fel ezt a két képet, amit az óra elején mutattam. Tehát, hogy az Isten egyszerre lehet hatalmas és mindenható, és ugyanakkor egy barátságos, kedves öreg úrként is elképzelhetjük. Egy egészen más Istenhez fordulás történik az Istenhez hanyatló árnyék című műben, és most ezt a verset szeretném felolvasni nektek. Mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem, és ides tova hányattatom, mint a sáska. Zsoltárok könyve 109. Akaratomból is kihullasz, én akart, vágyott Istenem, már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontás fullaszt. Üldöztetésimben kellettél, s kerestelek bús szilajon,
S már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Szent képzelés, örök hit balzsam, ki létlenül is leglevőbb, meghajlok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarjam. Megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Az 1911-es A menekülő élet című kötet ciklusadó versét hallhattátok. Egy Zsoltár részlettel indul ez a költemény. A lírai alany még mindig bizonytalan, de nem Istenben, hanem sokkal inkább önmagában. A bűnbánat és a bűntudat helyett azonban már tudja, hogy nem szabad hinni senki másba. A beszélő és Isten viszonyának változása az utolsó versszakban a legegyértelműbb. A kétkedés, az Isten keresés múltbéli, a jelen viszont már a bizonyosságról szól. Tehát ha itt visszagondolunk az előző versre, ott még egy nagyon erős bizonytalanság, keresés volt, itt már egy biztos tudatát láthatjuk annak, hogy van Isten, és létezik, és lehet hozzászólni. Ez a monológ nem ima, sokkal inkább egy tanúságtételként értelmezhetjük. A második személyű megszólítások pedig egy létező viszonyra, egy létező párbeszédre utalnak, és megint visszautalnék az előző versre, ahol ugye már a megszólítás sem tudott megtörténni, létrejönni, nemhogy egy egész párbeszéd. Ebből a versből a nyugalom és a bizakodás az, ami árad. Amit összegzésként elmondanék, az az, hogy a modern ember számára megint fontossá válik az Isten és az Isten keresése. És nagyon érdekes azt végig gondolni, hogy megnézni, hogy milyen különböző istenképeket ír meg a verseiben Adi, és egyáltalán, hogy hogyan lehet nyúlni ehhez a témához, mert ez egy nagyon bonyolult, és senki számára sem lehet egyértelmű, hogy hogyan néz ki Isten, és milyen Isten, és hogy hogyan lehet róla beszélni, vagy vele beszélni. Köszönöm szépen a mai órán, hogy megnéztétek ezt a videót, és akkor találkozunk a következő órán, ahol szintén Adi verseivel fogunk még mindig foglalkozni.